Az egész csapat azt gondolom, hogy jobban állt bele a mai mérkőzésbe, mint a hazai meccsbe. Ott nem is tudtunk jól kezdeni, nem is tudtuk felvenni úgy a ritmust. Ma azt gondolom, hogy jobban készen álltunk, és azt gondolom, hogy egy derbi vereség az nyilván mindenki csalódott, mindenki szeretett volna jobb eredményt elérni, de a sok hiányzó ellenére azt gondolom, hogy jól játszottunk, és ez azért adhat egy kis önbizalmat a következő pár hétre, mert jelenleg úgy néz ki, hogy hosszabb távú sérülteink vannak, elég sok kulcsjátékos, de azt gondolom, hogy ezt akarással, meg odaadással tudtuk ellensúlyozni, és hát erre lesz szükségünk a következő pár hétre, úgyhogy ha bármi pozitívumot ki lehet venni egy fradi elleni vereségből, ami soha nem elfogadható, akkor az ez lenne. És ha nem nézzük a végeredményt, akkor ilyen számodra egy derbi, hogy ennyire szoros, hogy tényleg ennyi lövés megy, és a védekezésen, a kapus teljesítményen van a hangsúly, vagy inkább az a derbi, amikor egymást eljönnek a gólok, és nagyon szoros végeredményben, mondjuk egy 4-4, 4-5, 5-4 a végeredmény. Hát, hogyha tőlem kérdezed, akkor nyilván ez egy playoff hangulatú mérkőzés kell legyen, egy derbi, ahol azért a csapatok próbálnak minél kevesebb sanszot hagyni az ellenfélnek a gólszerzésre. Ez ma is így volt, azt mondom, hogy mindenki odaadóan védekezett, mindenki sokat blokkolt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább a derbi egy ilyen végletekig kiélezett meccsnek kellene, hogy legyen. Nyilván a múltkor mi nem voltunk elég jók ehhez, hogy ilyen szoros legyen a mérkőzés, de tudtunk javulni, és ez a jövőre nézve mindenképpen pozitívum kell, hogy legyen. Nyilván nehéz még ilyenkor a meccs után úgymond pozitívumokról beszélni, de muszáj, mert két nap múlva újra meccset játszunk, úgyhogy készülünk továbbra is. Az otthoni meccshez képest mondtad is, hogy javultatok, de mi változott? Arra nagyon rákészültetek, hogy majd hazai közönség előtt megveritek a Fradit, és ugye ott mondta is Kovács Alex, hogy egy kicsit elvitte a csapatot az, hogy ilyen sokan voltak azon a meccs. Nem, én nem gondolom, egy picit bealudtunk ott a kezdésnél. Ez én azt gondolom, hogy a szünetnek inkább köszönhető volt, ugye előtte volt a válogatott szünet, és nem tudtunk úgy felpörögni, amennyire kellett volna. Nem gondolom, hogy bárki lámpalázas lett volna, vagy bárki nem vette volna elég komolyan a Fradi elleni hazai meccset, vagy nem akart volna nyerni. Inkább azt gondolom, hogy ez, amikor ilyen sok meccset játszunk, utána van egy hosszabb szünet, előfordul, vagy a szünet előtti utolsó harmad szokott általában rossz lenni, vagy az első. Mi sajnos most beleestünk pont egy derbibe a szünet után, és nem tudtunk az első harmadban annyira jól játszani, és utána ott, amikor ők lőttek pár gólt, és elmentek onnantól, pedig már nehéz önbizalommal játszani, nehéz a kijöveteleket úgy megcsinálni, nehéz a passzokat úgy, hogy tudod, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés mindenkinek, és nagy hátrányba kerültél, mert nem kezdtél úgy, ahogy szerettél volna, onnantól már nehéz önbizalmat szerezni, nehéz megfordítani egy ilyen mérkőzést. Az Erste Ligában elég sűrű jönnek a mérkőzések, benne vagytok ebben a ritmusban. Mennyire szerencsés, hogy most a kupában is majd 19-én a Ferencvárossal fogtok játszani? Hát kicsit fura az idei kiírás abból a szempontból, hogy van, hogy egy meccs után van 10 nap szünetünk, és nincs is IHF szünet, és utána megjátszunk 10 nap alatt 5 meccset. Én nem tudom, hogy ez hogy jött ki, vagy nem is játszunk olyan sok meccset, úgymond az alapszakaszból, hogy ezt ennyire sűrűre kelljen ennyire sűrűre kelljen szabni. Igen, a Ferencvárossal kerültünk össze, most már harmadik éve a Magyar Kupa 4-es döntőért, ugye tavaly sikerült őket kiütnünk, tavaly nekünk azért egy jóval hektikusabb szezonunk volt, de azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak is. Nyilván ez egy jó lehetőség arra, hogy játszunk még két derbit, ez jó a szurkolóknak, jó a játékosoknak. Nálunk ugye azért elég sok fiatal kap szerepet, ők azért rutint szereznek, fejlődnek ebben, én azt gondolom, hogy ez pozitív. Nyilván ott is ezzel az elánnal kell játszanunk, ugye egy 120 perces mérkőzés, oda-vissza vágós, és nyilván a hibáink számát le kell redukálni a minimumra, és ugyanilyen elánnal odaadással kell játszanunk.